Oké, szuper, köszönöm szépen. Szóval Varga Péternek hívnak, köszönöm a meghívást Petáknak. Mi gyakorlatilag az IoT világával kezdtünk el foglalkozni nagyjából tavaly, és rájöttünk arra, hogy ez a Connected Car dolog ez így nagyon menő lehet, vagy lesz. Úgyhogy el is kezdtünk egy olyan ötletelést, amiben az volt az alapkoncepció, hogy hogyan tudunk kinyerni adatokat úgy autókból, hogy igazából nem kell nagyon átépíteni őket, nem kell a gyártókkal kapcsolatba lépni. Erre az egyik megoldás az a diagnosztikai port, amit a szervizek is használnak. És akkor gyakorlatilag kitaláltunk egy olyan adatgyűjtő eszközt, ami erre a diagnosztikai portra csatlakozik, raktunk bele még egy pár szenzort, és az lett az alapkoncepció, hogy azokat az adatokat, amiket a közlekedésed során generálsz, azokat összegyűjtjük, nyilván építünk belőle egy szép nagy adatbázist, legalábbis megpróbálunk, és olyan algoritmusokat futatunk le rajta, amiből érték vagy információ lesz, vagy neked, mint sofőr, vagy olyan szolgáltatóknak, akik kapcsolódnak az autózáshoz bármilyen szinten. De most nagyjából így néz ki a rendszer. Három eleme van igazából, van ez az adatgyűjtő hardware, amit az autódba teszel, van egy ilyen felhő alapú történet, ahol megpróbáljuk lefuttatni azokat a dolgokat, ami miatt ezekből a nyers, nagyon laikusok számára általában értelmezhetetlen információkból értelmezhető dolog lesz, és aztán ezeket megpróbáljuk például egy olyan pontrendszert felállítani, amivel meg tudjuk mondani neked, mint sofőr, hogy jól vezetsz-e, természetesen ez egy ilyen teljesen szubjektív dolog még, meg hogy hogyan lehetnél jobb akár, illetve vannak olyan aspektusai ennek, hogy azok a szolgáltatók, akik valahogy kapcsolódnak az autózáshoz, biztosított társaságok, szervizek, de akár carsharinggel foglalkozó dolgok, ők is profitálhatnak ezekből az adatokból, vagy úgy, hogy használják a rendszerünket, vagy úgy, hogy azokat az információkat, amiket már feldolgoztunk, azokat használják. Gyakorlatilag most így néz ki a három elem, ami felépíti ezt a történetet. Az eszköz, amit bedugsz az autódba, az kb. Ilyen nyufásdoboz méretű, ebbe a diagnosztikai portba elég egyszerű bedugni. Neked, mint sofőr, van egy webes dashboard, meg egy mobil applikáció, és hogyha te egy flottának a része vagy, mert mondjuk egy céges autót vezetsz, akkor van egy másik nézet ennek a történetnek, a flotta menedzser gyakorlatilag. Én most szeretnék egy pár gondolatot a hardware fejlesztésről beszélni, mert nekünk a legnagyobb problémánk igazából ezzel volt, meg van is. A másik két terület, a mobil meg a web, az nagyon, nagyon dinamikusan és nagyon könnyen fejlődik ehhez képest. Eléggé nagy energia és eléggé sok idő kell a hardwarehez ahhoz képest, ami a másik két területhez. Úgyhogy nagyjából most ilyen négyszeres az erőforrás a csapatban azok körében, akik hardware csinálnak. És hát igazából mi most nagyjából úgy másfél éve dolgozunk a koncepción. A legnagyobb problémánk jelenleg az egyébként a GPS vétel ott az OBD csatlakozó környezetében, mert hogy maga az eszköz az úgy épül fel, hogy egyszer kommunikál az autóval, ezáltal a diagnosztikai adatokat, meg minden olyan információt összegyűjt, ami az autó műszaki paramétereiből adódik. Egyébként van benne egy GPS, van benne egy GSM modul, hogy ugye eljussanak hozzánk az információk, meg van benne gyorsulásmérő giroszkóp, hogy megpróbáljuk a stílusodat lemérni. És ez az egység, ez azért volt például nehéz megalkotni, mert eléggé kis helyen kell elférni ahhoz, hogy ergonomikusan használható legyen, és a kis hely, meg ez a sok rádiós kütyű az elektronikában annyira jót nem szokott jelenteni, úgyhogy ezzel küzdünk is rendesen. Igazából most ott tartunk, hogy elkezdtük az első együttműködéseket kisebb flottákkal, úgyhogy gyakorlatilag most indul a szolgáltatásunk. Egyébként Németország a célpiac, de ez egy másik téma, úgyhogy ha valami kérdésetek van, akkor szívesen várom. Hát nem tudom, hogy mutassak. Igen, mondjuk te. Mekkora részét fordítják az erőforrásokon a biztonságra? Igen, nagyon jó a kérdés. Igazából nagyon-nagyon sok, tehát
Az, amit csinálunk, az nem egyedi, vannak más cégek, akik ezzel foglalkoznak, főleg Amerikában, és náluk most, hogy ilyen menő lett a Connected Care, nagyon sok cikk jelenik meg IT biztonság témakörében, és ezért mi megpróbáltuk az elejétől fogva egy picit azt a szemléletet belevinni ebbe az egészbe, hogy ezzel is differenciáljuk magunkat a többiektől, úgyhogy hát, hogy mekkora százalékát, hát szerintem a teljes fejlesztés még 10-15 százalékát, ami egyáltalán nem sok, de megnézve a konkurenseket, talán annál több, legalábbis szeretném azt hívni. Igen? A diagnosztikai portfólió szabály szerint lehet kiolvasni meg típusonként, modellenként külön? Igen, a diagnosztikai portnak van egy szabványos része, vannak olyan információk, amik elérhetőek minden autóban egyformán, egyébként ez egy fizikailag is szabványosított csatlakozó, és van egy olyan rész, ami gyártó-specifikus, ezekhez is hozzá lehet férni, hát vagy úgy, hogy különböző szakmai közösségekhez csatlakozol, és akkor ezeket az információkat megkapod, vagy úgy, hogy gyári kiolvasókból fejtesz vissza üzeneteket, szóval nem vannak erre megoldások, de egyébként az alap az, hogy van egy szabványos rész, és az elég beszédes a mi szolgáltatásunkhoz. Egyébként ezen a porton nem csak olvasni, hanem írni, tehát vezérelni is lehet, át lehet állítani egy csomó mindent. Végül is akár a fékerült is, de ahhoz olyan szintű autentikáció kell, amit nem tudunk megtenni, és nem is akarunk. Szóval. Ott mögötted? Igen. Nagyon szerettük volna elkerülni a hardware fejlesztést az elején, ezért ki is próbáltuk azt, hiszem, hogy az összes dolgot, ami elérhető eBay-től kezdve bárhol, és nincsen olyan eszköz jelenleg a piacon, ami megfelelő minőségű ahhoz, hogy szolgáltatást tudjunk ráépíteni. Vagy az a baj vele, hogy nem elég stabil, vagy az a baj vele, hogy nem eléggé konfigurálható azok az információk, amiket összegyűjt, vagy az a baj vele, hogy nagyon nagy és csúnya, tehát hogy valami gond mindig van vele. Küzdöttünk azon, hogy elkerüljük a hardware fejlesztést, de nem sikerült. Úgyhogy most csináljuk. Egyébként van nálam egy ilyen eszköz, ha gondoljátok, akkor szívesen megmutatom, meg szétszedhetjük meg. Igen. Nekem lenne egy kérdés, hogy mennyibe kerülne nekem, hogyha szeretném a 25 éves autómat tenni? Igen. Hát az fontos, hogy magyar piacra nem árasztunk be a terméket, úgyhogy most a németet mondom. Ott az úgy néz ki, hogy 20 euró per autó per hó. És ebben van benne az az adatforgalmi díj is, ami gyakorlatilag igen. Az eszközért sem kell fizetned, ezt megkapod, és akkor havidíj alapú a rendszer. Igazából az fontos, mert az üzleti stratégiáról nem beszéltem, de nem magánszemélyeknek tervezzük ezt a rendszert elindítani, hanem sokkal inkább olyan kis cégeknek, akik mondjuk 5-15 autóval rendelkeznek, szeretnék megoldani ezt az autómenedzsmentet valami 21. századi módon, de még sincs szükségük egy nagy flotta menedzsment rendszere, mint ami a szállítmányozóknak van például, mert az nagyon drága, nagyon nagy, nagyon nehéz beszerelni. Aha. Gyakorlatilag az első, ami egy nagyon egyszerű probléma, és ami a mi célpiacunkban egy elég nagy anyagi spórolás, vagy anyagi megtakarítást is jelent, az az, hogy akkor, hogyha van egy céges autód, akkor kétféle adózást választhatsz, vagy írod utamként gyakorlatilag útnyilvántartás kb. Mint Magyarországon, csak egy kicsit elbonyolítva, akkor kedvezményesen adózol, vagy azt mondják, hogy akkor van egy autód, és akkor egy általány fizetsz, és ez általában sokkal drágább. És hogyha van egy olyan eszközöd, amit nem kell beszerelni, amit könnyű akár átrakosgatni autókba, csak így bedugsz, és akkor ő csinálja ezt az útnyilvántartást, és aztán generálsz egy PDF-et és elküldöd, és akkor azt a könyvelőt berakja megfelelő helyre. Azzal ilyen 1000 eurós nagyságrendeket lehet spórolni évente autónként. És ha más nem csinálunk csak ezt, akkor már az is elég érték ahhoz, hogy minket válaszolnak. Egyébként még ezen kívül egy csomó mindent csinálunk, vagy tervezünk csinálni, hogyha tönkre megy az autód, akkor arról is kapsz információt, akkor összeköthetünk a szervizzel, lehet olyan kaszkó biztosításod, ami a vezetési stílusodon alakul, tehát hogyha
ha jól vezet. Ez létezik? Ez létezik, igen. Tehát, hogy van olyan biztosító, aki úgy ad biztosítási csomagot, hogy a vezetési stílusod alapján értékel téged, nem az alapján, hogy, 30 éves budapesti férfi vagy piros autóval. Tehát, hogy, hanem azt mondja, hogy akkor nézzük meg, hogy hogy vezet. Általában egyébként ez úgy működik, hogy megbüntetni nem büntet, meg a rendszer csak kedvezményeket kapsz, ha jól vezet. Viszont cserébe az alapdíj magasabb, tehát azért... Hát igen, végülis. Ugye a szolgáltatásoktok nincsen, hogy elmegyek használt autókereskedésbe, rádugom a kütyüt és megmondja, hogy mennyit ér az autó? Gondolok... Nem rossz egyébként. Gondolkoztunk ilyenen. Az a problémája, mint minden ilyen adatbázissal kapcsolatos dolognak, hogy azt a kritikus tömeget, meg azt az adatbázist el kell, hogy azt az adatbázis méretet el kell, hogy érd, amihez hasonlíthatunk. De egyébként van egy ilyen irány is, ha elég sokféle 2005-ös Ford Focus van az adatbázisunkban, és meg tudjuk annak a műszaki paramétereit, meg az átlagát határozni, akkor hogyha te elviszed ezt a kütyüt egy autókereskedésbe, bedugod, mész egy 5 km-es kört, akkor elméletileg meg tudjuk mondani, hogy az általad vezetett autó mennyivel jobb vagy rosszabb bizonyos paraméterekben, mint a mi átlagunk. És mivel hogy egy csomó mindent ki lehet olvasni az autókból, a kopogás szenzortól kezdve mindent, ezért elméletileg ez lehetséges, de kell hozzá az a fajta tömeg, amivel össze tudunk hasonlítani, különben nehéz. Igen. Nekem egy olyan kérdés az, hogy a modern autóban ugye a gyárit a legjobb, mint ez a tervezeti kondikterokban, ami gyűjti ezeket az adatokat, viszont nem hozzáférhető a Igen, nem rossz az elképzelés abból a szempontból, hogy szeretnénk elmenni a szoftvergyártás felé, vagy a szoftverfejlesztés felé, mert az főleg a mi méretünkben egy sokkal iteratívabb és sokkal könnyebb folyamat. De az a helyzet, hogy pont a mi méretünkben megállapodni autógyártókkal az ilyen lehetetlen. Megtűnik gyakorlatilag. Egyébként elég jobban vagyunk például a Volkswagen csoporttal Münchenben, és náluk 4 év az, amíg bekerülsz egy olyan körbe, amikor már hajlandóan fel lehet beszélgetni ilyenekről. Tehát, hogy megállapodni autógyártókkal az annyira nem gyors és nem is egyszerű. Egyébként van egy olyan irány, biztos, hogy láthatok ti is ilyen cikkeket, több autógyártók jön olyan fedélzeti komputerrel, amire már majd elméletileg lehet fejleszteni külsősöknek is appokat. Android van rajta, vagy az Apple által fejlesztett operációs rendszer van rajta. És abban a körben, akik fejleszthetnek ilyen szoftvereket, abban jó lenne bekerülni. Ez a következő 5-8 év mondjuk, amire megfelelő számú ilyen autó lesz az úton. És oda majd olyan fejlesztőket fognak beválogatni, akik eléggé automotívhoz kötődnek. Ezt mi nagyon szeretnénk, de azért azt meg kell tanulni. Nagyon biztonság, technika, fókuszú ez a világ, meg nagyon sok nehézség van, ami miatt nem egyszerű bekerülni. Azt hiszem, hogy köszönöm. Köszönöm szépen! Jó, gyere oda utána, és jó.